Köszöntöm a kedves nézőket, önök legújabb híradónkat látják. Péntektől vasárnapig tartott az Expo mezőgazdasági és gazdasági kiállítás Topolyán. Idén is több mint 250 kiállító mutatkozott be. Nemes Róberttel, az Újvidéki Növénynemesítő Intézet képviselőjével az aktuális mezőgazdasági helyzetről is beszélgettünk a helyszínen. Nemes Róberttal beszélgetünk itt az Expo keretében, tehát nézzük először is, hogy mint kiállító is szerepel itt az ön által képviselt intézet, ugye? Hát igazából úgy mondjuk rá, hogy kiállító, ugye, hát pár katalógus azért kiteszünk, majd nem lesz itt valami nagy kínálat, de jó van, itt vagyunk vendégként, meg kiállítóként is, meg látogatóként is, úgyhogy körüljárjuk a telepet, és hát megnézzük, hogy a Topolyai Expo mit tud fölkínálni az idei szezonban. Mindig elmondjuk ugye, hogy egy nem szokványos évről van szó, mert hát egyik év sem ugyanolyan, mint a másik, és hát az idei az valóban azt hiszem, hogy nem szokványos itt ezen a területen. Na, úgy lehet mondani, hogy minden év már nagyon eltér, úgyhogy mi is lenne az a szokványos év, már elfelejtettük. Hát lényegében 3-4 év után az idei évben először úgy történt, hogy a kalászosok meg a repcék jól sikerültek, és a kapás növények aládobnak, majd úgy néz ki, az aládobás mérete talán nem lesz olyan nagyon nagy, ahogy június közepén, június vége felé nézett, valamennyire itt helyreálltak a dolgok. Leginkább attól féltem, vagyis féltünk, hogy megismétlődik az a 2012-es év, de hát hál' Istennek ez az idén kimaradt. Mondom, egy nagyon meleg február után, legmelegebb február, amióta mérték a hőmérsékleteket errefelé, egy kifejezetten hideg tavasz jött. A fagyok mértéke is olyan volt, hogy tél folyamán nem voltak olyan erős fagyok errefelé, ami ugye áprilisban megtörtént. Aztán egy hideg, száraz május, június feléig semmi, aztán a nagy hidegből a kánikula jött, plusz 40-re ment fel a hőmérséklet. Úgyhogy a végén egy szuper évről lehet szó ahhoz képest, hogy hogy indult el. Szóval lesz mit betakarítani, terméskiesés talán lesz, 20-30-40-50%-os terméskiesés, de mégis azért lesz mit betakarítani, és talán a jó hír az, hogy a fölvásárlási árak is azért sokkal különböznek a több éves átlagnál, hogy ez most meddig lesz így, majd meglássuk. Másrészt ez nagy gond az állattenyésztőknek ilyen árak mellett. Nagyon nehéz fönntartani a jószágot, az állattartományt. Ilyen évünk van, hát most ezt kell szeretni a végén. A kukorica esetében sokan arra figyelmeztettek, hogy megismétlődhet az, ami azt hiszem, hogy 2012-ben volt, hogy a kukorica egy gombával volt fertőzött, ugye az aflatoxinról beszélünk. Hát igazából a kukoricánál úgymond, hát nem mondom rendszeres, de ugye a mértékben különbözik a fertőzőség, meg különböző, de minden évben megjelennek a betegségek. Az extrém száraz, az extrém meleg években jelenik meg az Aspergillus féle gomba, amelynek a ugye, metabolizmus terméke lenne ez a toxin, az aflatoxin. Ahogy nézem, az idén lesz belőle, de nem lesz annyi, amennyi akkor volt, hál' Istennek. Károk lesznek, rengeteg rovarkár van a kukoricákban, rengeteg rovarunk, ez a meleg ugye, idővel, a nagy melegekkel és a csapadékkal, ez nagyon, nagyon fölsegítette a rovarok szaporodását, úgyhogy nem is láttam olyan kukoricacsövet, amelyen nem lett volna ugye, valamiféle károsodás. Mondom, fuzárium, stb. Penicillium, többfajta gomba jelen van a kukoricákon, az aspergillus talán nem olyan mértékben, úgyhogy talán ezt is megúsztuk.
egy hosszú száraz periódust követően volt csapadék, és lehetővé tette a gazdáknak, hogy elműveljék a földet, és sokan mondják, hogy ez most ideális feltételeket teremtett az olajrepce vetéséhez. Érdekes a repcénél, hogy hosszú ideig itt is ugye meg volt adva az optimális vetési időszak, és akkor ugye az ember próbálta ezt valahogy bemutatni, bevezetni, de aztán a végén ez nagyon egyszerűen sült el. Amikor esik az eső és van csapadék, akkor vetni kell, ne nézzük a naptárt, mert abból ugye jó vége nem lesz. Elég sok termelő már be is fejezte a repcevetését, persze nem mondom, hogy aki még nem csinálta meg, hogy nagyot késik, egyszerűen mindenki a saját ugye lehetőségeihez mérten és a saját felmérése szerint dönt majd, hogy mikor van az a legmegfelelőbb időszak. Annyit tudok mondani, hogy a tavalyi évi ugye tapasztalatok alapján még az októberi vetés is elég szépen bejött, ami a repcét illeti, mondom, azért ne várjuk októbert, ha csak lehet szeptember végéig, akinek még ugye tárban van a repce vetése, azt csinálja meg, de különösen Topa környéke már nagyban a repce uralma alá került, és szerintem itt ma a repcék legjava már is van vetve. Amikor megjelentek itt vidékünkön a külföldi cégek hibridjei, akkor sokan arról számoltak be, hogy verik a hazaiakat, most pedig az idén több termelővel is beszéltem, és mindenki azt mondta, hogy a hazai nemesítésű hibridek ígérnek az idén többet, itt elsősorban most a kukoricáról beszélek. Tehát azért mégiscsak, amit itt erre az éghajlatra nemesítettek ki, azzal érdemes próbálkozni? Hát szerintem igen. Őszintén beszélve, ha egy hibrid fölkerül a kínálatban, ha a piacon van, az már bizonyított, ugye, szóval abban már benne van az a valami, ami ugye kielégíti a termelők szükségleteit. Hogy most éppen melyik fog győzni, melyik lesz a legjobb, ez nagyon sok kis részlet ugye függvénye. Talán egy ezekből a részletekből épp az, hogy talán ez a hazai nemesítés, és talán a nem minden áron legintenzív ugye, termeltetés egy ilyen évben biztos eredményt tudott adni. Szóval sok minden itt beleszól, és minden hibridben benne van az a terméspotenciál, és inkább arról szól, hogy a gazda is ugye, hogy tudja ezt megcsinálni, az időjárás hogy szolgál rá, és mondom, szerencse is kell hozzá, nem. Kívülállóként ugye félig meddig, vagy leginkább laikusként én látok egyfajta kapkodást is a mezőgazdaságban olyan szempontból, hogy amikor például nagy szárazság van, akkor mindenki az öntöző rendszerekről beszél, aztán jön rá egy másik év, amikor nagyon sok a csapadék, akkor egészen másról beszélnek, illetve arról beszélnek, hogy meg kell változtatni a vetési szerkezetet, és akkor cipak termelésre kell áttérni. Tehát mennyire lehet hinni ezeknek az ilyen, hogy így mondjam, egyéves hó bortoknak. Itt azt tudnám mondani, hogy Magyarországon utazva az idén először láttam az autópálya mellett mentén ugye nagyobb területeken, nagyobb parcellákban szemes cirkot. Szóval ez előbb-utóbb itt is meg fog jelenni, nem azért, mert hogy én éppen szeretem vagy nem. Nálunk az a gond, hogy a szemes cirok még mindig nincs fölismerve, mint egy igazi és nagy takarmány, ugye, féle, nagy gabonaféle. A világon a cirok, összterületek 20, vagyis az összterületek 10%-át bitorolja, szóval ne gondoljuk a cirokra, mint valami különlegességre. A világ sok részén a cirok az egyetlen és a vezető gabonaféle. Kiválóan alkalmas emberi táplálkozásra is, ugyanúgy, mint takarmány növény nagyon jól működik. Nálunk az a gond itt, hogy még mindig a kukorica van előnyben, de a klímaváltozás ezt majd meghozza, és akkor majd át kell gondolni az egészet, de ezt már elmondtam többször, itt fásítani kell Vajdaságban, ez itt a lényeg, nálunk csak a fák fognak megmenteni, minket csak a fák fognak megmenteni, nem a vetésforgó, meg a ugye a
150 méter mélyről kiszivatott víz. Szóval az nem fog minket megmenteni, sem az, hogy most bevezetünk ilyen vagy olyan növényfajtát. Itt minden esetre az erdővel kell komolyabban együttműködni, úgy mondjam. A romló járványügyi adatok miatt Szerbiában ismét mindenkinek kötelező maszkot hordani az oktatási intézményekben, erről döntött hétfőn az egészségügyi minisztérium. A tanév kezdetén szüntették meg az iskolákban a beoltott tanárok és diákok számára a kötelező maszkviselést, de alig két hét után újra kötelezővé tették. A minisztérium döntése értelmében az ország iskoláinak negyedében, főleg a dél- és nyugat-szerbiai településeken, ahol nagyon magas a fertőzöttek száma, hétfőtől ismét kizárólag online távoktatással zajlik a tanítás. Szombaton délután tartották a felvonulás téren a 6. topolyai gyermeknapot. Az idei gyermeknap főszervezője a Családfa civil szervezet és Topolya község művelődési háza, fő támogatója pedig Topolya község önkormányzata volt. A 7. topolyai gyermeknapra idén több mint 500 gyermek látogatott kiszülei kíséretében. A szervezők tartalmas programokkal készültek, egész délutános szórakozási lehetőséget biztosítottak a látogatóknak, Topolya legkisebb. A rendezvénynek Fekete Bánov Ágnes volt az ötletgazdája. Megtartották a Szkenderovics Pál emlékversenyt. Az egykori sikeres maratonfutó lánya volt a szervezője a rendezvénynek. Szeretném elmondani, hogy a maraton tartsuk, az emlékmaraton Pál Szkenderovicsot. Most 12. alkalommal, azzal, hogy a tavalyi kimaradt, tehát most 13. lenne, 12-et tartsuk. Maratonversenyzőink különböző városokból jöttek, Szabadka, Becse, Zombor, Beograd, Magyarországról is vannak itten. A versenyen részt vesznek az elemiskolások, az óvodások, a középiskolások, úgyhogy én nagyon meg vagyok elégedve, szép számba összejöttek, úgyhogy megünnepeljük ezt a jubiláris 12. maratont, úgyhogy jó időnk van, készül az ebéd, a bab, ami már egy tradíció, a versenyzők azok meg vannak elégedve, én is meg vagyok elégedve, úgyhogy köszönöm minden versenyzőnek és a községnek is, hogy lehetőséget ad erre, hogy ezt az ünnepet megtartsuk. Én nekem nagyon sokat jelent. A szabadkai Spartacus és a topolyai TSC találkozója gól nélkül zárult a szerb labdarúgó szuperliga 8. fordulójában. A jó iramú mérkőzésen mindkét csapatnak voltak helyzetei, de gól végül nem esett. A bajnokságban a TSC 17 ponttal a második helyen áll a tabellán. A következő fordulóban a Kruševáci Napredakot fogadja az Entai Városi Stadionban csütörtökön 18 órai kezdettel. Mislim da smo danas prikazali vrlo dobru utakmicu, kako mi, naravno tako i domaćini. Ja bih ovom prilikom čestitao svim akterima današnjeg meča. Naravno, nedostali su golovi da ulepšaju ovu utakmicu, šansi je bilo. Mislim da smo mi bolje otvorili utakmicu, dominirali u prvom delu. Naravno, domaćin se stabilizovao i on je došao do svojih šansi. U drugom delu imali smo nekoliko dobrih prilika, kolosalnih. Međutim, kao što fudbal uvijek priredi pred sam kraj, malo nam je popustila koncentracija gdje je domaćin mogao da dođe do zaslužene prednosti. Fudbal je takav, nedostajali su golovi, okrećemo se već narednoj utakmici. Žao mi je što je za publiku rezultat 0-0, međutim, bilo je to jedno dobro taktičko odmeravanje našeg kolege
Vladimira Buoča sa naše strane isto tako, tako da mislim da je ovo najrealniji rezultat koji je završen. Nagyon örültem neki, amikor megtudtam, hogy a kezdőben vagyok, a kezdőben neveztek. Nyilván meg akartam mutatni, hogy mit tudok, illetve hogy mire vagyok képes a pályán. Szerintem mindent beleadtunk, beleadtam, mint az egész csapat, mint egyénileg. Nyilván jobban örültem volna, ha 3 ponttal tudunk távozni. Egyértelműen a helyzet kihasználásunk volt ma gyengébb, ez általában jól szokott sikerülni, de ma egy ilyen napot fogtunk ki, nem mentek be a helyzetek, ugye a pálya se volt talán a legjobb, pattogott a labda, ez nagyban azért néha megnehezítette a dolgunkat. Szerintem a helyzet kihasználás az, amin javítanunk kell, illetve az volt a probléma ma. Szerdán még többnyire napos idő várható, gomoly felhők mellett azonban sok helyen kialakulhat egy-egy futó zápor. Az ország túlnyomó részén nem lesz jelentős a légmozgás, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. Csütörtökön egy hideg front érinti térségünket és hoz változást időjárásunkban. Kedves nézőink, Önök legújabb híradónkat látták, nem maradt más hátra, mint hogy valamennyi munkatársam nevében megköszönjem az Önök megtisztelő figyelmét, további jó tévézést kívánunk Önöknek!